A két csapat 46. egymás elleni másodosztályú mérkőzésére készült. Eddig 20-at a MÁV, 14-et a Békés Csaba nyert, 11 alkalommal pedig döntetlent játszottak a felek. A fehérmezes látogató a koronavírus járvány miatt igencsak lejtmenetben volt az utóbbi időben. Volt olyan, hogy 28-an is pozitív tesztet produkáltak a csapatban. Most arra kezdik rendezni a sorokat, de még mindig nem volt teljes a keret. A MÁV-nál sem, ott 6-an hiányoztak. Az első percekben jó részt tapogatóztak a felek. A Szolnok birtokolta többet a labdát, de csak elvétve került helyzetbe, ha pedig adódott lehetőség, azzal nem tudtak élni. A Békés Csabaiak legfőképp a védekezésre és az adódó kontra lehetőségekre alapoztak. Előbbit jól megoldották, hiszen kapott gól nélkül lehozták az első 45 percet, utóbbival viszont hadilában álltak, hiszen Molnár Farkasnak nem igazán akadt védeni valója. A 0-0-es fordulás után is a Szolnok irányította a játékot, de továbbra is meddő volt a mezőny fölénye. Az utolsó 20 percben már nyíltabban játszottak a kékfehérek, mindez azt is eredményezte, hogy a csabaiak előtt is adódtak lehetőségek, de Molnár Farkas minden alkalommal hárítani tudott. A Szolnok pedig a hajrában eldönthette volna a találkozót, több helyzete is volt, de a lehetőségek kimaradtak, így maradt a 0-0. A szolnoki MÁV és a Békés Csaba között pedig maradt a 3 pontos távolság a tiszapartiak javára. A kékfehérek legközelebb vasárnap a Csákvár otthonában játszanak.